Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Tömegverekedés, egymásnak estek a szurkolók a Tolna Tamási futballmérkőzésen. Nem tartják be a szabályokat, tavaly hárman haltak meg munkavégzés közben Tolna megyében. Generációváltás a Borvidéken, a Prantner Pince 2017-es bikavére az év szekszárdi bora. Látványos és extrém sport, több mint 30-an indultak a második szekszárdi triálkupán. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vendég tamási szurkolói kezdték a verekedés szombaton a megyei első osztályú futballbajnokság tolnai mérkőzésén, ezt mondja a meccs egyik szervezője. Legalább 20-25 ember esett egymásnak, volt, akit a mentősöknek kellett ellátniuk, a rendőrség nyomozást indított az ügyben. 1-0-ra vezettek a hazai tolnaiak, amikor a mérkőzés 61. percében a felvételen is jól hallhatóan sértegetni kezdték egymást a csapatok szurkolói. Alig fél perccel az első hangos szó után káromkodásokkal kísért hangos kiabálás és sikítozás hallatszik a nézőtérről. Ekkor estek egymásnak a randalírozók, mutatjuk a jelenetet. Jól látszik, hogy sárga mellényt viselő biztonsági emberek próbálnak szétválasztani két férfit, egy szürke és egy zöld pulóverest. Eközben egyre többen lesznek körülöttük, és egyre nagyobb a hangzavar is. Néhány méterrel arrébb pedig ketten már ütik is egymást. A dulakodásra több biztonsági ember odarohan, majd egy kapucnis mellényt viselő férfi többször ököllel arcon üt egy sárga pólót viselő, feltehetően a Tamásinak szurkoló drukkert. A mérkőzés egyik szervezője, aki az arcát nem merte vállalni, azt mondja, a Tamási játékosai provokálták a hazai szurkolókat, ez vezetett a tömegverekedéshez. Hogy anyáztak az egyik játékosunkat, és akkor itt a tolnai szurkolók rájuk szóltak. Akkor jöttek felénk is a anyázás. A rendező kollega oda ment, hogy csillapítsa őket, és hátulról az egyik szurkolójuk ütött, így szabadult el az indulat. A szervező szerint a vendégszurkolók közül többen már a mérkőzés előtt is provokálták a helyieket. Ittos állapotban érkeztek, meg az ifi meccsen is az úr, aki ütött először, nem akart félreállni, mert itt szóltak neki a szurkolók, hogy nem látják tőle a meccset. Úgyhogy már akkor érezhető lehetett. A tömegverekedés közben mentő és több rendőrautó is megjelent a helyszínen, az eset miatt nyomozás indult. Kollégáim azonnal a helyszínre érkeztek, mikor értesítették őket, összesen 7 fővel, 4 gépjárművel. Az ottani mentős kollégák megállapították, hogy az egyik személyt, akit a verekedés során többször megütöttek, könnyű sérüléseket szenvedett. Ezzel az esettel kapcsolatban a szekszárdi rendőrkapitányságon folytatnak eljárást csoportosan elkövetett garázdaságbüntet elkövetése miatt ismeretlen tettesekkel szemben. A mérkőzést végül folytatni lehetett, és a Tolna 3-0-ra győzött a Tamási ellen, így ők mehetnek tovább a megyei első osztály aranyáért vívott harcban. Úgy tudjuk, az erőszakoskodók egy szervezőt is megütöttek, ezért a két csapatnak feltehetően az MLS büntetésével is számolnia kell. Műanyag bejárati ajtókat átégetve próbáltak betörni szekszárdi és paksi házakba egy banda tagjai még februárban. A három tettest most fogták el a rendőrök, mindannyiukat letartóztatták. Itt a szekszárdi Bródy Sándor utcában is próbálkoztak a most elfogott banda tagjai. Még februárban égették át több ház műanyag bejárati ajtaját, hogy a lyukon benyúlva elfordítsák a bent hagyott kulcsot. Viszont nem volt szerencséjük, egyetlen lakó sem hagyta ilyenre belülről a zárban a kulcsot. Nem csak Szekszárdon, Pakson és az ország több településén is dolgozott a banda ugyanezzel a módszerrel, emellett autókat is törtek fel. A rendőrök országos összefogással kapták el őket. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság látókörébe került ezzel az esettel kapcsolatban egy háromfős budapesti társaság, akiket az országos összefogás eredményeként 2019. április 21-én Budapesten elfogták. A banda tagjai egy 22 éves budapesti nő, egy 36 éves férfi, valamint egy 28 éves gyálon élő személy voltak. A banda legidősebb tagja ellen több elfogató parancs is érvényben volt, ezért őt azonnal letartóztatták. A két másik gyanúsított sorsáról pedig a bíróság döntött. A nyomozás végéig ők is börtönben lesznek.
Újabb nagymértékű drágulás a kutakon. Szedától 5 forinttal 405 forintra emeli a benzin, és 4 forinttal 411 forintra a gázolaj literenkénti árát a MOL. A dízel átlagára legutóbb pénteken változott, akkor 2 forinttal lett drágább, ugyanakkor a benzin közel 2 hetes stagnálás után emelkedik újra. Még mindig sok a szabálytalan munkáltató, és a dolgozók sem mindig tartják be a munkavédelmi szabályokat. Ez az oka annak, hogy évek óta stagnál a munkabalesetek száma országos viszonylatban. 2018-ban több mint 23.780-an sérültek meg munkahelyükön országszerte, és 79-en haltak meg munkavégzés közben. Tolna megyében 584 ilyen baleset történt, 3 halálos áldozattal. Róluk emlékeztek meg Szekszárdon annak kapcsán, hogy április 28-án tartják a munkában megrokkantak és elhunytak emléknapját. Szüretelés 35 fokos rekkenő hőségben, műtrágya bedolgozása a földbe, igen szerte ágazó feladatokat látnak el a mezőgazdaságban dolgozók. Éppen ez az a gazdasági szegmens az építőiparon kívül, ahol a legtöbb munkabaleset történik Tolna megyében. Róluk és a munka közben elhunytakról emlékeztek meg Szekszárdon, a Tolna megyei kormányhivatal vezetői dolgozói megkoszorúzták a Garai téren felállított emlékművet. A megemlékezésen Nesztinger Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi főosztály vezetője is részt vett, aki a balesetek megelőzésének fontosságáról beszélt. Emlékeztetett, tavaly Magyarországon 23.783-an sérültek meg, és 79-en haltak meg munkavégzés közben. A balesetek száma enyhe növekedést mutat, a halálos munkabalesetek száma azonban nem változott. A legtöbb munkabaleset Budapesten és Pest megyében történt, a legkevesebb esetet Nógrád megyéből jelentették, de Tolna megyéből is nagyon kis számú balesetről érkezett jelentés a munkavédelmi hatósághoz. Tavaly 584 baleset történt Tolna megyében, ez 30-al több, mint az azt megelőző évben. Lugosi Barnabás András, a Tolna megyei kormányhivatal munkaügyi és munkavédelmi osztályvezetője azt mondja, még kevesebb baleset következne be, ha a vállalkozások komolyabban vennék a munkavédelmet, és mind a munkavállalók, mind a munkáltatók betartanák a szabályokat. Tolna megyében ugyanis magas a szabálytalanul foglalkoztató munkáltatók száma. A védőeszközök, leesés elleni védelem, gyakran a megfelelő dokumentumok sem állnak a rendelkezésre, nem készül megfelelő kockázatértékelés, nagyjából ezek jellemzőek. 2018-ban 3-an haltak meg munka közben, míg 2017-ben 2-en vesztették életüket Tolna megyében. Májustól olcsóbb lehet a hazai termesztésű zöldség, mert a meleg időjárás felgyorsította a fóliában és üvegházakban termesztett növények érését. A Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint a kereslet kínálat alakulásától függően az árak hetente is változnak. Jelenleg a boltokban megtalálható paprika és paradicsom 70-80%-ban magyar, az arány május közepére 95% fölé emelkedik. Az év szekszárdi bora a Prantner Pince 2017-es bikavére lett ebben az esztendőben. A szekszárdi borverseny eredmény hirdetésén felszólalók arról beszéltek, érezhető generációváltás van a borvidéken, ami a jövőre nézve Szekszárd sikerének és ismertségének záloga lehet. 6 nagyarány, 48 arany és 17 ezüstérmet osztottak ki a bírálók az idei szekszárdi borversenyen. A díjátadón arról is szó esett, generációváltás zajlik a borvidéken, a nagyborászatok fiatal korosztálya mellett az új termelők is kimagaslóan jó mintákat hoztak. Bősz Adrián, a hegyközség elnöke elégedetten értékelte a tapasztalatokat. A szekszárdi borverseny most már egy picit talán zömökebbé kezd válni, tehát tényleg van egy komoly verseny. Az élpincészetek és a kistermelők között a technikai különbségek egy kicsit csökkennek, és innentől kezdve hálégnek a borok versenyeznek, nem pedig csak a technika. A szentgyörgynapi borverseny ad alkalmat az év szekszárdi borának kiválasztására is. Szentváros bora 2019-ben a Prantner Pince 2017-es bikavére lett. Hát ilyen elismerést még nem kaptunk, hogy városbora lettünk volna. Én remélem, hogy ez egy sokat jelentő díj lesz. Ácses Összegszárd polgármestere arról beszélt, az új generációk fontos döntés előtt állnak, hiszen a klímaváltozás hatásai kihatnak majd a jövő telepítéseire is. Kiemelte, a szekszárdi borverseny is megmutatta, hogy a szekszárd név egyfajta védjegy. A borvidék nem olyan hatalmas Európában van, vagy a világban,
hogy elmessünk amellett, hogy van egy város, amely megtestesítheti, megtestesíti ezt a borvidéket, és ennek a nevét, a Szekszárd nevet sokkal jobban ki kellene használni. Én azt gondolom, hogy ha a Szekszárd nevet el tudjuk ültetni, el tudjuk plantálni a piacon a megfelelő mélységben, akkor utána nyilván Szekszárd neve összekapcsolódik a borral, hiszen a szlogenünk is Szekszárd több, mint jó bor szlogen volt 2018 óta, de hogyha ezt el tudjuk megfelelően ültetni, és összekapcsolódik a magas minőségű borokkal, ebből mindenkinek előnye származhat, tehát a város is, természetesen a borászatok, természetesen a szekszárdi borok, ebből mindenféleképpen még plusz előnyöket tudnak szeltenni, és plusz piacokat tudnak megszerezni és meghordítani. Nyuszi simogató, bohóc, sorversenyek, többek között ilyen szórakozási lehetőségekkel találkozhattak az Elektrolit Kft. Családi napján a cég munkatársai. A jó hangulatú programokat még a napsütés hiánya sem ronthatta el. Gyermekek táncolnak a Szedresi Lovasudvarházban, ahol az Elektrolit Kft. Tartotta meg a családi napját. Ez a hagyomány már több évre nyúlik vissza, ám ezt a céges majálist csak másodszorra rendezték meg, a rendkívüli érdeklődésre való tekintettel, mondta el a cég ügyvezetője, Sebestyén Gyula. Sok éven keresztül volt, 10-15 éven keresztül, és kihagytunk 4-5 éve. És a tavalyi évben szóltak, hogy hát próbáljuk meg még egyszer. És 200-an jöttünk össze, illetve addig számoltuk, annál többen voltunk. Nagyon jó, jól érzik magukat a szülők, gyerekek együtt, tehát teljesen jó. Tehát a család együtt van, és barátságok szülött. A gyerekeknek rengeteg szórakozási lehetősége volt. Artfestéseket és csillogó tetoválásokat kaphattak, játszhattak légvárban, a nap folyamán pedig egy bohót szórakoztatta őket, valamint egyedülálló módon egy nyuszi simogatót is elhelyeztek a kisebb gyerekeknek. Szeretem azért, mert jó a bundájuk, puha, meg hogy piros a szemük, cuki a bajszuk, mert majd nem meg akart puszilni. A felnőttek számára az íjászat adta a szórakozási lehetőséget, valamint a délutáni sorversenyek, amin többek között kötelet húztak, és az erősebb férfiak pedig bizonyíthattak, ki tudja gyorsabban oda-vissza húzni az egyik fogatot. A munkatársak szerint ezek a rendezvények jó hatással vannak a cég csapategységére. Ez a hasonló rendezvények, amik nálunk vannak a cégnél, ezek általában mindig összekovácsolnak minket, de szerintem anélkül is egy ilyen jó kapcsolatot ápolunk egymással. Az Elektrolit Kft. Családi napján az időjárás ugyan borús volt, viszont a cég munkatársainak a kedvét ez nem vette el. A sorversenyek és a családi nap fáradalmait főzéssel és közös ebéddel vezették le. Lemondott Schubert Olivia, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke. A döntést a Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének szombati ülésén hozták nyilvánosságra. Schubert Oliviát 2018-ban az országos önkormányzatot addig vezető helynek Otto tragikus halála után választották meg a magyarországi németség vezetőjének. Az elnök távozását azzal indokolta, hogy egy nemrégen bekövetkezett autóbaleset miatti felépülése a vártnál tovább tart. A női kosárlabda NB1 rájátszásának legutolsó szakaszában az 5. helyért játszik az atomerőmű KSC Szekszárd a Cegléd ellen. Az első mérkőzésen hazai környezetben a papírformát meghazudtolóan lépte le a szekszárdi csapat alföldi ellenfelét, közel 50 pont lett a különbség a mérkőzés végére. A közönség szórakoztatásban a sok jól játszó közül ezúttal Bálint Réka vitte a prímet, aki úgy szerzett 23 pontot, hogy 5 triplát is elsüllyesztett a Cegléd gyűrűjében. Most úgy kezdtük ezt a mérkőzést, ahogy minden meccset kezdenünk kellene. Tényleg határozottak voltunk védekezésben, a szerzett labdákból pedig könnyű kosarakat dobtunk, és végre kívülről is veszélyesek voltunk. És úgy gondolom, hogy ez eredményezte azt, hogy tényleg már az első perctől kezdve én azt éreztem, hogy itt ma csak mi hagyhatjuk egyöztesen a pályát. Konténerekre, farönkökre, több mint 2 méter magas tornyokra kellett felugratniuk kerékpárjukkal a versenyzőknek a 2. szekszárdi triálkupán. Az idei versenyre az ország minden részéről több mint 30-an érkeztek. A látványos és izgalmas versenyen kadét, kezdő, senior hobbi, senior pro és elit csoportokban hirdettek eredményt, ami egyébként a Magyar Kupa része is. És megvan neki! Konténereket, raklapokat, farönköket, több mint 2 méter magas tornyokat, gépeket kellett átugratniuk a versenyzőknek a 2. szekszárdi triálkupán a Béla Király téren. A székesfehérvári Major Dániel Ernő a senior pro csoportban indult, ügyessége, felkészültsége a 3. helyhez volt elegendő. 2006 óta űzi ezt az extrém sportot, ám közben 4 évet kihagyott. Azt mondja, nagyon tetszett neki a szekszárdi verseny.
technikás, hosszú is, tehát hogy tudunk belőle fejlődni, tudunk erőt meríteni belőle, illetve hogy mibe kell még fejlődnünk. Nehéz egy ilyen versenyre felkészülni, de a versenyzők a kupa előtt mindent átugratnak, amit csak tudnak. Horgos Attila szerint azonban nem csak a felkészültség, technika számít, hanem a magabiztosság is. Ugye nagyjából azért lehet tudni, hogy milyen elemek lesznek egy versenyen, tehát tudjuk azt, hogy raktapok, kábeldobok, egyebek, és mindent megpróbálunk a lehető legtöbb féleképpen megpróbálni beugrani, és akkor hát reméljük, hogy majd a versenyen ez majd meghozza az eredményét. Az idei triál versenyre az ország különböző pontjairól érkeztek a sportolók, több mint 30-an mérettették meg magukat a Tolnai megye székhelyen. Sabján Gábor főszervező azt mondja, idén új szabályok mentén zajlott a szekszárdi verseny. Idén már második alkalommal tudjuk megszervezni ezt a kerékpártriálos kupát, most már a Magyar Kupasorozat tagjaként veszünk részt, úgyhogy emeltünk egy kicsit a szinten. Ráadásul úttörő szerepet játszunk, mert a teljesen új szabályrendszer szerint rendeztük meg a versenyt Magyarországon elsőként a UCI friss szabályzata szerint. Ez most sok... Nem, egy változó, egy kicsit próbáltak igazságosabb rendszert behozni a régi pontozás mellett. Tekerésből a konténer tetejére kellene landolni a Ábrahámnak. És úgy is van! Az úgynevezett elit csoport teljesítette a legnehezebb feladatokat. A szuper döntőt végül Kovács Péter nyerte meg, Vég András a második, Cserekje Ábrahám a harmadik helyen végzett. Regionális híreink következnek. Huszonkét intézmény diákjainak segít, természettudományos élményközpont nyílt Mohácson. Sem vírust, sem baktériumot nem találtak, folyamatosan pusztulnak a busák a Desedatóban. Kukaforradalom, interaktív figyelemfelhívás a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Csak nem 300 millió forintos beruházással természettudományos élményközpontot alakítottak ki a Mohácsi könyvtárban. Az EFOP forrásból létrejött tudásközpont a természettudományos és informatikai ismeretek elsajátításához nyújt segítséget egyelőre 22 oktatási intézménynek. Csütörtök délután adták át a Mohácsi könyvtárban kialakított természettudományos élményközpontot, mely az általános és középiskolás diákoknak nyújt majd oktatáson kívüli az élménypedagógia módszereire épülő tanulási lehetőséget. Amikor korábban más települések bezárták a múzeumokat és könyvtárakat, Mohács ezen intézményeinek fejlesztése mellett döntött, hangsúlyozta köszöntőjében Szekó József polgármester. Úgy vélem, hogy a feltételeket megteremtett ahhoz, hogy a elkövetkezendő években az az oktatás, amelyet ez a program megcélzott, az eredményesen és minél nagyobb érdeklődést keltve folyjon. Remélem, hogy sok-sok gyereknek örömére is használat. A programba a Mohácsi és Bói tankerület diákjait, valamint a Pécsi Egyházmegye által fenntartott két oktatási intézmény tanulóit vonják be. A szakmai programot Kovácsné Bodor Erika munkacsoport vezető ismertette. 22 intézménnyel kötöttünk megállapodási egyezményt, akik részt vesznek ennek a programnak a megvalósításában. Nyilvánvaló első körben velük vettük fel a kapcsolatot, a lehetőségek bemutatása után ők választották ki, hogy melyek lesznek a programnak azok a területei, amelyekben ténylegesen részt vesznek. A Tudásközpont támogatja a pedagógusok, oktatók felkészítését, illetve biztosítja a természettudományos élményprogramokhoz szükséges infrastruktúrát. A központ legnagyobb attrakciója a robotika, és ehhez kapcsolódva a nyári szünetben a gyerekek számára programozó táborokat is rendeznek majd. Több mint 30 tonna busa pusztult már el a Desedatóban Kaposvár mellett, a szakemberek hetek óta küzdenek a problémával. A vizsgálat során sem vírust, sem baktériumot nem találtak. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület halőrei éjjel-nappal tisztítják a vizet. Szinte egymást érik a busa tetemek a Deseda partján. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület 6 halőre mellett a város is segít az elpusztult halakat összegyűjteni. Hatalmas munkát jelent ez a szakembereknek, akik egész nap a víz megtisztításán dolgoznak. A feladatot csónakból hajtjuk végre, a partra ezt nem tudjuk kivenni, nincsenek olyan megközelítési pontok, illetve onnan külön probléma lenne a haltetemek összegyűjtése. Két csónakkal megyünk a vizen,
csónakba, kampóval, vágóhoroggal emeljük be az elhullott tetemeket, majd egy gyűjtőpontra szállítjuk, ahol elég sokáig kézi munkával raktuk konténerbe, most pedig már gépjárővel pakoljuk konténerbe. Innen viszik aztán megsemmisíteni a tetemeket. A probléma nem új keletű a Desedán. 2018-ban 17 tonna busa pusztult el, idén ez a szám már most a duplája, mondja Kozári Miklós elnök. 32 tonnánál tartunk, hát amit elvittünk, most viszont még mindig jelentős mennyiséget találunk. Hát becslésem szerint olyan 40 fölött lesz az idei termés, már amennyire ezt termésnek lehet nevezni. Bevizsgáltattuk a haltetemeket, a Nébik labor, tehát ami erre hivatott, az semmi ilyen jellegű tömeges halpusztulásra a lókot nem találta. A szakemberek úgy vélik, a busák tömeges pusztulása az előregedő állományra vezethető vissza, hiszen ezeket a halakat még az 1970-es években telepítették a Desedába. Emellett a másikok, hogy ennek a halfajtának kevésbé ismertek az életkörülményei, kevesebb tanulmány van róluk. A busa pusztulása tehát nem környezeti okokra vezethető vissza, a víz élő világára pedig semmilyen hatással sincsen. A szakemberek úgy vélik, az elkövetkező két hétben sikerül teljesen megtisztítani a Deseda környékét a tetemektől, amely akár a 40 tonnát is elérheti. Ingyenes látásszűrés szervezett a Pécsi első Lions Club az egyetemen. A jószolgálati akcióban a PTL dolgozóit várták, akik úgy érzik, hogy már nem olyan éles a látásuk, mint korábban. Az ingyenes szűrésre mintegy 50-en mentek el. Tessék olvasni a számunkat a kiosztályokat. Látásvizsgálat az Egyetem Szántókovács János utcai épületében pénteken. A PTE dolgozóit várták ide. Főleg a 40 év felettiek jöttek, akiknek nehezebben megy már az apróbetű szövegek olvasása. Ez teljesen természetes folyamat, hogy 40 fölött elveszti a lencse azt a képességét, hogy a közeli és a távoli dolgokhoz megfelelően tudjon alkalmazkodni, illetve nem veszti el, csak csökken ez a képesség az életkor előre haladtával, és ezt veszik tudomásul nehezen ez a korosztály, és tudomében ma ilyen páciensek voltak itt. A vizsgálatot a Pécsi első Lions Club szervezte. A Lions mozgalomnak egyik fő zászlós hajója, vagy egy fő célja, az a vakság és a elleni küzdelem, illetve a látásvédelme. Ugye ennek is történeti okai vannak, hogy ez miért alakult így, de a legtöbb akció, vagy hát az akciók jelentős része az azért ehhez köthető, erre a vezérfonalra fűzhető fel. A szűrővizsgálatot térítés nélkül végezték. A jószolgálati akciók keretében a Pécsi első Lions Club már műszert is vásárolt az egyetemnek, hogy segítse a gyógyító munkát. A pénteki szemvizsgálatra mintegy 50 egyetemi dolgozó érkezett. Kukaforradalommal hívták fel a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára Kaposváron. A főtéren szemetes ládák hirdették, mit és hova kell dobni annak érdekében, hogy minél jobban megóvjuk környezetünket. A játékos versenyen szelektíven gyűjtötték a szemetet a gyerekek a kaposvári Kossuth téren, ahol a kukák hada is jelezte, hogy mit hova kell dobni. A papírokat külön, a fémeket és a műanyagokat külön kukákba kell rakni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium számára kiemelten fontos a környezettudatosság, a szelektív gyűjtés szemléletének népszerűsítése. Nem az a feladatunk, hogy állandóan azt keressük, hogy miért lesz ez majd jó, és majd mi lesz ebből az egyénnek a jó, hanem azt keressük, hogy ez társadalmi szinten, hazánk szintjén milyen eredményeket fog képviselni. A minisztériumunk pontosan arra törekszik, hogy egy fenntartóságért felelős államtitkárság létrehozatalával ezt a célt, ezt a kohéziót megpróbálja erősíteni. A Kuka Forradalom elnevezésű program több célt is szolgál a Somogyi megyeszékhelyen, mondta Borhi Zsombor alpolgármester. Rendhagyó módon szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen nagy jelentősége van a szelektív hulladékgyűjtésnek, annak, hogy az újrahasznosítható hulladékok a megfelelő gyűjtőbe kerüljenek, és próbáljuk már az egészen fiatal kortól a Kaposvár lakosságának a szemléletét ebbe az irányba mozdítani.
Mint azt a város alpolgármestere elmondta, azokban az önkormányzati tulajdonban fenntartásban lévő intézményekben, ahol eddig nem volt lehetőség a szelektív személygyűjtésre, 380 olyan tárolót helyeznek ki, amelyekben az újrahasznosítható hulladékokat tudják majd gyűjteni. Valamint minden kaposvári háztartásba eljuttatnak egy olyan kiadványt, amely részletesen bemutatja azt, hogy melyik hulladék melyik kukába való, s mi lehet azoknak a sorsa, amelyeket otthon nem tudnak hasznosítani, legyen szó veszélyes hulladékról vagy elhasznált bútorról. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Tömegverekedés, egymásnak estek a szurkolók a Tolna-Tamási futballmérkőzésen. Nem tartják be a szabályokat, tavaly hárman haltak meg munkavégzés közben Tolna megyében. Generációváltás a borvidéken, a Prantner Pince 2017-es bikavére az év szexádi bora. Látványos és extrém sport, több mint 30-an indultak a második szexádi triálkupán. Kedden is a felhőké lesz a főszerep, de helyenként átmeneti napsütés is várható. Eső, záporeső, itt-ott zivatar is kialakulhat, élénk északnyugati szél fúj. Az esti éjszakai órákban már kevesebb helyen fordulhat elő csapadék, és elvékonyodhat a felhőzet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!